hullala. És még egyszer hullala. Stolverkez édes cukorparádé, mondja utána mecséd, igen, 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 hullala. Az íz, simogatsz, andalítsz, te szájpadláson és nyelvem hegyén, szerte szétömlő édes íz. Jaj, de jó, hullala, jaj, de jó, ez a süppedő forró, ízből és szagból összeszőtt szüttes, jaj, de jó. Hullala, mondjuk még százszor el, hogy stolverkezz, hogy ez édes, hogy ez cukorparádé. Na, mondja utána mecsédikém. Igen, igen, igen. Hullala, la 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 la. Jaj, de jó, mecsédi. Sőt, jaj, de jó is lesz majd. Sőt, jaj, de jó már is. Fenomenális, jaj, de jó, mindig ecsédi. Mindig hullala, la 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 la. Csücs le csak, ecsédikém. Csücs le és hullala. Csücsle csak, csücsle és csücsukál csak, és mondd csak utána, ecsédi. Hullala. És ecsédi állt transzban a barostéren, hogy la 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 la. A szája sarkából édes nyál csordult, s a sávtárs pedig mosolygott, mint az üres országút, és mondta, hogy jó, jó, ecsédi, nagyon jó. Majd mind a két aktatáskájával verdesni kezdett, és egy idő után méltóság teljesen fölemelkedett a levegőbe, és az önmaga által kijelölt pályára állt természetesen, csak hogy ebben a pillanatban megszűnt az ecsédire gyakorolt dühös hatása, és ecsédi fölugrott, megrázta a fejét, és szaladni kezdett alatta, hogy sasevtárs, a vízi a pályaudvaron van, azt tetszett mondani, tényleg a pályaudvaron van, azt tetszett mondani. És erre sasevtárs egy kört leírt az ecsédi felett így, hogy la 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 la, ecsédi, ollala. Majd még egy kört leírt, és azt mondta, hogy hányszor kell maguknak mondani, ecsédi. Ollalalalalala, mondani, ecsédi, mondani, mondani! Azzal elsüvitett, és az érces rikoltása már az Astoria szálloda fölött hallatszott, hogy sas, 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 sólyom, 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 vételem vagyok, vételadás. Beszéltem a fiúkkal, jó fiúk ezek, sas, még egy kísérletet javasol, sólyom, vétel, vétel, adás, 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 vétel, 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 adás, adás, vétel, vétel. És ő így el, ecsédi pedig be a pályaudvarra, ahol vizithatjuk az imént, amint éppen azt kérdezte magától, emlékszünk, hogy indulnak-e innen vonatok egyáltalán. És ez egy nagyon veszélyes kérdés, mert aki ezt kérdezi, az könnyen megbukhat, mert ezt kérdezni a megingás jele. És lám, jött is a hurkos ember, de Vizi azt mondta neki, hogy nem, nem törsz meg, és hát persze biztos, ami biztos, elrohant onnan, és futás közben mondta, hogy egy vonatot nekem, a vonatunkat! És rohant, rohant, még egyszer csak valami viszketésszerűséget nem értett a gerinctájon. Olyat, mint amikor valami nincs rendben, amikor meg kell állni. És a Vizi megállt, megfordult, és a pénztárgépet látta, mellette a pénztárosnőt, és mondta, hogy igen, ez a pénztárosnő. És még egyszer oda nézett, és látta, hogy egy férfi éppen fúrja bele a fejét a pénztárosnő nagy szőke hajába. És figyelte az arcot, ahogy az eltűnik meg, előbukkan a hajszálak között, és egyszer csak visszakapta a fejét, és mondta, hogy Úristen, az apám. Persze, ez a törzshelye. Túlitta magát, nem fogják kiszolgálni. Kezdődik a kunyarálás. De nem ment tovább, hanem hallgatta, hogy mit mond az apja. És az apja, ha lehetett még közelebb csúszni a pénztáros nőhöz, éppen azt tette, és közben mondta, hogy a fiamra akarok inni, asszonyom. Azt hiszem, itt hagyott engem a fiam. Ki lát az emberekbe, Emácska drága édes? Azt mondja, én vagyok az ital. Nem vagyok megoldás. Hm? És ezzel meg vagyok oldva neki. Kisztihant, Emácska. Honnan tudhatnák ezek, amit mi tudunk? Kérek szépen. Hoppá. Mit is akartam? Azt hiszem, elfelejtettem a nevemet. Nem, 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 már megint megvan. Nem, 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 ez a fiam neve. Az enyém is megvan, nem Mácska. Az enyém idősebb Vizi Miklós. És Vizi nézte maga előtt a padlót,
vagy kövezetet, vagy mi volt az, és mondta magában, hogy...